Attila, hogy sikerült a mai főzésed? Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Készítettünk egy sárgadinnye salátát, amihez külön volt sütve még egy kis garnéra rá. Igen, Kitti nekem jelezte, hogy a mai ételben lesznek korai hazai gyümölcsök, így a dinnye, és akkor úgy gondoltam, hogy egy ehhez illő bort kínálnánk. Ez a bor pedig Légli Gézának egy sardonnaya. Nem tudom, hogy mennyire ismered a balatonszőlős kislak környékét, a dél-balatoni borokat. Hát a környéken jártam már, a borokat annyira... Kóstoltál-e már egy ilyen sardonnayt? Még nem kóstoltam. Akkor most itt a ragyogó alkalom, hogy megkóstoljuk. Addig egy kis poharat segítesz nekem, hogy még én palackot kibontom. A mai ételethez én úgy gondoltam, ez a chardonnay, ez volt töltve hordóba, egy kicsit ilyen papajás és ilyen trópusi jellegű ízek vannak benne. A frissességét pedig a 2010-es évjárat adja. A 2010-es évjáratú borokban viszonylag sok frissesség volt, és megfelelő sav is van. Ugye a nyári borfogyasztásban, elnézést, de hát igen, ez kellemes lesz ez a bor, úgy gondolom az ételhez, de kóstoljál te is. Egyre többször kóstolunk ugye könnyed borokat, jó ízű, illatosabb borokat, és habzóbort is. Te a habzóborokkal, vagy az úgynevezett frizantékkal? Inkább lambuszkót szoktunk fogyasztani, abból is inkább a vöröset kedveljük, de találkoztam már frizantéval is. És fröccs? A fröccs az nálad? A fröccs az annyira nem. Na próbáld meg, de csak szódával készítsd majd a fröccset, tehát ásvány, buborékos ásványvízzel való bor hígítása az nem azt az élvezet adja, mint egy jó szódával. Kóstoljuk meg ezt a bort, és utána az ételhez próbáljuk összevetni. Nagyon kellemes. Tehát van benne tényleg egy kis trópusi, ilyen papajás, és ott van egy kellemes sav, egy citrusosság. Hát bátran mernéd, ha te egy szomélyé lenne, akkor az étterembe ajánlani? Igen. Mindenképpen passzol az ételünk, ez úgy gondolom, olyan kellemes ízű, friss. Nagyszerű, akkor örülök, hogy itt ebben az esetben eltaláltuk azt az egyensúlyt, amitől nekünk ízlik, és remélem, hogyha a vendégétek lesznek, akkor ő is. És mondom, nyugodtan habzóbor, fröccs, nyáron, lazán, könnyed borokat ajánljuk. Egészségünkre. Egészségünkre.